Szent Gellért napján a helybeliek a templom nevét viselő püspök életéről hallhattak a Százszor Szép Művelődési Egyesület székházában, ahol többek között az ünnepi műsor keretében fellépett a kelebiai Tarabuka családi kórus is. Az évfordulóra elkészült a Molnár József által írt a Szent Gellért templom múltjáról, jelenéről szóló kiadvány is. Az 500 példányszámban megjelent kötethez a helyi lakosság is hozzájárult. Én is az emlékeket összeszedtem. A 25 éves ünnepség alkalmával már sok mindent tudtunk, csak nem írtuk le. Aztán most jött ez az ötlet, hogy mégis le legyen fektetve, leírva, kinyomtatva, és így jöttek össze a képek az emberektel, azok, amik énekem megvoltak, ami az Ágostonnak megvoltak, meg másoknak is. Nagy Némedi Ágoston a Szent Gellért templom pasztorális tanácsának tagja több mint 40 éve. Részese nem voltam éppen az építkezésnek, de olyan, mint gyermekfejjel, ugye mint 13-4 éves gyerek már szaladgáltam a téglák közt, meg ugráltam át a téglákat, meg ehhez hasonló, mert az őseim, azok ott ültek Sámlin, kis széken, és pucolták a téglát, ami bontott épületből jött össze, Becsei járásból lett megvéve a templomnak a téglája az építkezés folyamán. Kormányos Zoltán 10 éve szolgál papként a Szent Gellért vértanú püspök nevét viselő templomban, ahol az elmúlt időszakban folyamatosan zajlottak a felújítási munkálatok. Most idén a sekrestje volt soron, tavaly a templom belseje lett felújítva, talán valamennyire lehet is látni. Hát, ha jól emlékszem, tavaly előtt, de ha nem, akkor az előtti évben pedig kor kívülről lett újra festve, újra meszelve a templom, ezt az új élénkzöld színt is akkor kapta vissza. A 800 fős hívő közösséget összetartó törökfalui Szent Gellért templom ünnepnapja fontos a helybeliek számára, mert, mint mondják, ez összetartja és erősíti a falu közösségét is.